Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak ma az Ascendensben, akkor megtudhatjuk, mik az aktuális babonák népszokások. Mazák Katalintól ismét kapunk szépségápolási tanácsokat, Miló András megismertet minket a kungfuval, egy újabb pilátesz gyakorlatot is elsajátíthatunk, valamint kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok a következő hetekre, és milyenek is a bikák. Tartsanak velem! Évszázadok hiedelmei épülnek be a babonákba, illetve a népszokások is arról árulkodnak, hogy mik voltak fontosak őseinknek, elődeinknek, mik voltak azok, amiket mindenképpen szerettek volna elérni, például az ilyen termékenységi jóslásokkal, termékenységi varázslatokkal, illetve az is kiderül, hogy milyen következtetéseket vontak le, például abból, hogy mikor szólal meg egy-egy vadár, vagy mikor nyílik ki egy-egy virág. Nos, hát ebben fog minket kalózolni most is, mint mindig dr. Pál István. Májusban vagyunk, mik azok, amikre figyeljünk, mi az, amit ne felejtsünk el, és mi az, amire csak úgy emlékezzünk, mert már nem szokás. Ha nézők egyáltalán emlékeznek rá, hogy az előző hónapban április taglaltuk, és ott azt mondtam, hogy általában április a húsvét idejének, a húsvét napjának az ideje. Májusra mindenképpen rá lehet fogni, hogy a pünkösd idejét tartalmazza, és a pünkösd az az időpont, ami mindenképpen a húsvéttől függ, hiszen a húsvét után 50. napot jelenti. Néha, ha nagyon későn van a húsvét, akkor áttolódik június elejére is a pünkösd, de nem véletlen nevezik a májust a régi kalendáriumok is pünkösd havának. És ha már májusban vagyunk, rögtön kezdjük az elején, május 1-jével, és itt is a május fálítása. Ekkor a természet már teljesen kizöldül, a virágok ragyognak, virítanak, mindenki örül, hogy jó idő is van, és ezt valamiképpen megpróbálják az emberek, különösen a fiatalabbak emlékezetessé is tenni, és itt a május fálítás szokását kell elsősorban megemlíteni, ami azért jelentős, mert ilyenkor általában a fiatal emberek szint vallottak, hogy ki az a leányzó, aki nekik különösen tetszik, és ezt valamiképpen meg akarják örökíteni, ezért állítottak májusfát az általuk kedvelt lány portája utcai bejárata elé. Általában lopták a fát, természetesen a legények nem egyedül vitték, mert sokszor 10-15 méter magas gyertyánfáról van szó, hanem csoportosan, amint kivágták az erdőn, elvitték a településen a kiválasztott lány házához, ott gödröt ástak, de előtte feldíszítették különböző szalagokkal, ráaggattak egy fehér vagy átlátszó üveget, amit teletöltöttek borral, és az egészen hosszú ideig, tehát pünkösdig ott díszelgett a fán. Természetesen a lány örült, hogy ilyen fát kapott, mert másnap a falu apraja nagyja nézte, hogy kik kaptak ilyen fát, és próbálták kitotózni, hogy vajon ki állíthatta a lánynak. Ha már eljegyzett mennyasszonya volt, akkor természetesen az nyilvánvaló volt, hogy ki állította ezt a fát, de ha nem, akkor mindig megpróbálták kisilabizálni, hogy ki lehetett az a legény, aki ezt felállította. Most ennek a fának is az eltüntetése, magyarul kiszedése, ledöntése, ez is egy olyan fontos esemény volt, amire megint összegyűlt a falu apraja nagyja, és amikor kidöntötték, a legények megitták a ott lévő italt is, tehát ami az üvegben volt. Tehát ennyit a május 1-ről. Utána következik május közepe táján, május 12-13-14-én a fác, vagyis ác végű nélnapok, a fagyos szentek, Pongrácz, Szervácz, Bonifác. Általában az időjárás a több évszázados megfigyelések szerint ekkor hidegre fordul, és ez nagyon fontos a mezőgazdasági munkák szempontjából, hiszen olyan palántokat ezek előtt, a fagyos szent napok előtt nem szabadott kiültetni, amelyek érzékenyek voltak a fagyra, mert akkor kezdhették előre az emberek ezt a munkát. Aki bevállalta, hogy esetleg nem lesz fagy, akkor az jobban járt, mint a többi, hiszen hamarabb megértek azok a termények, amelyeket ilyenkor elültettek. De ne menjünk olyan messze ettől, különösen az idei évben, hiszen 15-16-án
május 15-16-án, közvetlenül a fagyaszenteket követően van az idén a pünkösd. A pünkösd napja a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a karácsonnyal, a húsvéttal egyetemben, hiszen Jézus életének különböző fázisait jelölték vele, vagy ünnepelték meg ezeken a napokon. De ha a népszokásokat vagy a néphagyományokat vesszük csupán elő, akkor is a pünkösdi királyválasztás és a pünkösdi királyné járás, azt hiszem, hogy nagyon sokak emlékezetében megvan. A pünkösdi királyválasztás azért érdekes, mert általában ilyenkor a falunak a fiatal legényei úgy mérték össze a tudásukat, hogy különböző tréfás és ügyességi versenyeken vettek részt, és aki ebben az elsőséget megszerezte, akkor büszkén viselhette vagy csak egy napig az esemény ideig, vagy egész éven keresztül a pünkösdi király címet, ami különböző kiváltságokkal is járt a legények számára. Természetesen szalagot kötöttek a kalapjukra, ez volt a pünkösdi királynak a kalapja, ami feljogosította őt arra, hogy a kocsmában mondjuk kedvezményesen ihasson, a legények közötti vitás kérdésekben ő dönthetett, és az ő szavát betartották, de éppen amiatt, hogyha úgy túl játszotta volna a szerepét, azt szokták ott mondani, vigyázz, mert letelik a pünkösdi királyság, és akkor már más legény lesz a képzeletbeli trónon, és ő fogja intézni a dolgokat. Megszokhatták már, kedves nézőink, hogy Mazák Katalintól mindig kapunk szépségápolási tanácsokat. A legmodernebb technika mellett mindig ott található a házi praktika is. Persze a házi praktika hatékonyabb a mai modern gépi eljárásokkal, de minden esetre, hogyha nagyon sürgős, mindig van mihez nyúlni. Ebben segít nekünk Mazák Katalin, hogy mit, hogyan csináljunk. A mai kezelésünkkel milyen segítséget tudunk nyújtani a hölgyek szépségápolásához? Fáradt, fakó, enervált bőröknél tudjuk jól energetizálni a bőröket ezzel a kezeléssel. Ez mit jelent konkrétabban? Ez a kezelés egy letisztítással, tonizálással kezdődik, azt követően egy kicsit átjárhatóbbá tesszük a bőr felszínét egy csiszolással, itt alumínium-oxid kristályokkal lecsiszoljuk a bőrfelületet, ezáltal felkészítjük a hatóanyag felvételre. És a hatóanyagokat alkalmazzuk ezt követően, egy intenzív C-vitamin szérumot használok majd, ezt követően egy oxigenizáló krémmaszkot, és arra egy fátyolszövet maszk kerül, amit beultrahangozunk. És a végén a záró ápolás egy fényvédőt tartalmazó nappali krémmel, illetve szemápolóval zárul. Mit lehet érezni, tehát előtte-utána érzés az mit fog adni? Érzetre az, hogy egy tömörebb, tónusosabb a bőr összességében, illetve nagyon egyenletessé, lágyá, puhává válik a bőrfelület, és egyenletesebbé válik a színe a kezelés kapcsán a bőrnek, illetve az a fakó szürke szín az eltűnik, megpezsdül, megfrissül a kezelés hatására a bőrünk. Mivel ez a csiszolás, ez azért mégiscsak kristályokkal történik, előfordulhat, hogy fáj. Aki nagyon érzékeny, annak kellemetlen érzete lehet, de vannak olyan vendégek, akik kifejezetten szeretik, hogy kellemesnek érzik, masszírozónak érzik a kristály szemcséknek a bőrfelülethez érését. Ez az a kezelés, ugye, ha jól emlékszem, ami után óvakodni kell a napon való vigyázatlan járkálástól. Így van, ezt a kezelést célszerű kiegészíteni fényvédelemmel, ami annyit jelent, hogy inkább őszi-téli, kora-tavaszi időszakokban érdemes ezt a kezelést esetlenként úraszerűen is alkalmazni. De ha már muszáj nyáron, akkor viszont fényvédőt szoktál ajánlani? Nyári időszakban a csiszolást azt kihagyva, a többi részét alkalmazva lehet ezt a kezelést csinálnunk, de akinek pigmentációs problémái vannak, annak nyáron és a fényvédelmet szoktam javasolni, hiszen a napfény hatására, az UVB sugarak hatására indul be a melanin szintézis, tehát hogyha szeretnénk elkerülni, hogy nagyon foltos legyen a bőrünk, akkor a nyári időszakban is érdemes fényvédőt használnunk. A maszkok, miért kell két maszk is?
Itt alapvetően mindig a bőr állapotához szoktam igazodni, hogyha arról van szó, szükségét látom, akkor kiegészítem többfajta megoldással a bőrt. És azzal, hogy ultrahangot is kap a maszk, az most csak arra jó, hogy kellemes érzet, vagy még jobban segíti a hatóanyagokat? Mivel ezen maszkok mindegyike ultrahangozható, így azért alkalmazom az ultrahangot, mert fokozottabb lesz a hatóanyag felszívó képessége a bőrnek, tehát egységnyi idő alatt előrébb tudunk jutni. Igen, hogyha valakinek nincs ideje rendszeresen erre a kezelésre, mégis fáradt, elnyűjt a bőre, akkor otthon ilyen SOS-ben mit tudunk tenni, mit tanácsolsz a hölgyeknek, mi az, amit a hűtőben, kamrában találunk frissítésként? Frissítésként, hogyha egy kicsit a hám felületét akarjuk megfrissíteni, arra a citrusfélék nagyon jó szolgálatot tesznek, hiszen ezeknek mindegyikének van egy hámoldó hatása. Az uborka lének is van egy hámoldó, frissítő, tonizáló hatása, és mivel összébb is kapja az ereket, ezáltal regeneráló hatása is lesz, illetve egy oxigénben gazdag vér áramlása is intenzívebbé válik. Ez jelenti azt, hogy ki kell facsornunk az uborkalevét, vagy lehet, hogy a frissen felszeletelt uborkával átmos, átdörzsölgetjük, átsimogatjuk a bőrünket? Szerintem könnyebben tudjuk megoldani, hogyha tonikként használjuk, tehát kicsavarjuk egy kicsit az uborka levét, és azt egy vattakoronggal juttatjuk fel a bőrfelületre. És azt követően pedig érdemes krémeznünk a bőrt. Milyen jellegű krém, valami vitamindúsat válasszunk? Ott mindig alapvetően a bőr állapotához, állagához igazodjunk. Tehát első szempont az, hogy milyen a bőrtípusunk, és azon belül is, hogy az adott időszakban milyen állapotban van a bőrünk, hogy kicsivel több hidratálóanyagot, vagy kicsivel több táplálóanyagot igényel. Ez változik évszakonként is, illetve nyilván a belső, tehát a szervezetünk belső működéseihez is igazodik, de az első szempont az mindig az legyen, hogy milyen az alapbőrtípusunk, és utána, hogy éppen aktuálisan milyen egyéb problémát tapasztalunk, és úgy lehet módosítgatni a krémünket. Említetted, hogy egy intenzív C-vitamin kezelést kap a bőr. Ezt esetleg ilyen C-vitamin ampullával, vagy C-vitamint a krémbe, általános krémünkbe beleoldva is meg tudjuk otthon oldani, vagy azért ez nem ugyanaz? A C-vitaminról azt kell tudni, hogy viszonylag nehéz a kozmetikai alkalmazása, mert nagyon könnyen bomlik. Egyrészt fényérzékeny is, másrészt hőérzékeny is. Tehát ha C-vitamint alkalmazunk, akkor mindig valamilyen olyan formáját kell választanunk, hogy legyen értelme egyáltalán használni, hogy ne bomoljon el gyorsan. Ki lehet egészíteni a krémjeinket is akár ilyen C-vitamin ampullákkal, de akkor mindig figyeljünk arra, hogy pont annyit és pont akkor használjuk, amikor aktuálisan krémezzük a bőrünket, hiszen nagyon gyorsan fog lebomolni, és onnantól kezdve feleslegesen használtuk el ideje korán a C-vitaminunkat. Miló András neve nagyon sokak előtt ismerősként cseng, hiszen ő a jógamester, ő a kungfumester is. Most a kungfuval fogunk általa megismerkedni. Kungfu edzéseket tartasz már nagyon-nagyon régen, tehát aki Nyíregyházán kungfuhoz kicsit is érdeklődött, kungfuhoz köze volt, találkozott veled. Igazából mi is ez a kungfu? Hát a kungfu az egyik legősibb, ha nem a legősibb harcművészeti ág, Kínából származik. Maga a szó, hogy kungfu az ügyességet, gyakorlatot jelent, tehát vannak különböző szakágai, mi a tai chi boxingot, a tai chi chuannak egy ágát csináljuk, de nagyon sok szakága van Magyarországon, sőt, itt Nyíregyházán is van, mit tudom én, Imádkozó Sáska, Szilágyi Pistivel, és ezek a szakágak, hát a tradicionális, mi a tradicionális vonalat vezetjük, tehát nálunk az egész család együtt dolgozhat, jöhet a papa, mama, a nagypapa,
de emellett élversenyzőink is vannak, tehát mindenki megtalálja a számítását, próbálunk úgy. Mintha van egy családom, és én annak a legjobbat akarom, nekem van egy kung fu csapatom, és annak akarom a legjobbat. Na most a kung fu is nyilván, mint minden más, nagyon jót tesz a stressz ellen. Mire jó még? Hát maga a kung fu a stressz ellen nagyon jó, különösen a forma gyakorlata, hát azt biztos láttátok már, hogy hajnalba, parkokba, Távol-Keleten, bárhol, hajnalba, parkokba így járják az ő kis meditatív táncokat, az öreg, meg félöreg, meg mindenféle emberek, egy lassított mozgással, egy ilyen teljesen soft mozgással, mentálisan kísért légzéstechnikával, és ez például egy keleti embernek a fittségi mutatói százszor jobbak, mint egy európainak, egy nyugati embernek. És ez emiatt az állandó, lassú, ütemes, meditatíve kísért mozgás miatt van. Neked ez hogyan csapódik le a mindennapi életedbe? Tehát fölkelsz, és akkor a városban valahol láthatunk, vagy csak a kertedben végzed ezeket a gyakorlatot? Vagy hogy zajlik egy napod? Hát én reggel, ha fölkeltem, megetettem az állataimat, mint láttad, van egy pár, akkor utána szépen kimegyek. Tájcsit azt mindenképpen, mert hajnalban a fák alatt azt mondja a fáma, hogy nagyon sok a csí. A csí ez a minden mozgató erő, ami az univerzumot mozgatja. Megcsinálom az én kis tájcsi gyakorlatomat, ez mindennapos. Én ugye most már mint nyugdíjas, én délelőtt nem dolgozok, tehát vagy elmegyek uszodába, vagy elmegyek a piacra vásárolgatni, sétálgatni, vagy valami, és akkor délután aztán már vannak az edzéseim, mert én nem csak kung fu edzést, hanem buvár edzést, jogát is tartok, tehát többféle edzéseket tartok, de ezen az egyesületen belül. És délután valamikor edzek magamnak valami kis keményebbet, egy héten egyszer-kétszer, tehát kis súlyzózás, egy kis zsákolás. Nagyon nagy szerelmem nekem az iaido, ez a kardrántás művészete, ez nem kínai, ez egy japán szakág, ami karddal forma gyakorlat tulajdonképpen. És aztán este vannak a buváredzések, meg magamnak is elmegyek úszni, tehát úgy elvagyogatok. Gyakorlatok közben, ahogy mondtad, hogy koncentrálsz, stb., de azért te írsz különböző szakkönyveket szaklapoknak, erre hogy jut időd? Hát már nyugdíjban vagyok, hát már csak erre kell időm, és hát minden embernek mindig arra jut ideje, amire akarja. Tehát ha valamit akarok, azt meg kell tudni csinálni. Családod, ők már azért ehhez hozzászoktak, mennyire akklimatizálódnak ehhez a helyzethez? Hát a feleségem is nemzetközi versenybíró, a két lányom nemzetközi szintű versenyző volt. A Rita lányom, ő is ugye hát világversenyeket nyert, de a híresebb a Milovicki, aki boxban profi világbajnok volt, tized nem tudom hányszoros kung fu, meg kempo, meg mindenféle világbajnok nemzetközi győzelmeket. Tehát a mi családunk ebben van, ebben mozog. Az unokák? Az unokák már versenyeznek, szintén kung fuba, van két unokám, a nagyobbik, a Rita lány, ő még röplabdázik, és a kicsi csak kung fuzik. Ahogy mondtad, hogy az egyesületetek úgy alakítódott ki, hogy részt tudjanak venni a legkisebbektől, tehát az élversenyekre készülő fiataloktól, az idősebbekig, a szenyorokig. Hogyan zajlik ez? Tehát meg kiválasztjátok, hogy milyen versenyre indultok, és hogyan választott ki, hogy kik jöhetnek, vagy bárki jöhet, vagy hogyan történik ez? Hát az úgy van, hogy az edzéseken, ugye, amikor oda jön a gyerek, akkor még nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Elkezdjük, van egy közös általános edzés, ahol hát gimnasztika, mint minden edzésen a világon, gimnasztika, bázisgyakorlatok, küzdelmek, formagyakorlatok, és ez idő alatt kialakul egy olyan kép a gyerekről, hogy ő bátrabb, harcosabb, bunyózni akar, vagy csak formagyakorlatot akar, vagy semmit, csak ott akar lenni, és jól érzi magát. Tehát, és akkor abba az irányba terelgessük. Nálunk úgy van, hogy nem mindenkinek a mester tartja az edzést, hanem tanítvány-tanítványa rendszer van. Tehát mit tudom én, egy versenyre, hogyha olyan versenyre megyünk, mondjuk Kempóra, akkor a Muszbek Feri az egyik segítőm, aki nagyon érti a földharcot, mert ott a földharca domináns. Ha stoppos versenyre készülünk, akkor Petra, Muszbek Petra segít, tehát minden a formagyakorlatosokat segíti Feri, vagy a Kertész Lilla.
Tehát mindenkinek úgy az egy, a magasabb rangú, mert fokozatok vannak, nem öfokozat, mint a karatéban, de fokozatok vannak, a magasabb rangú tanítvány képzi az alacsonyabb rangú tanítványt, és ezáltal ő is fejlődik. Akkor kezd mindig jobban fejlődni egy gyerek, már megfigyeltem, amikor elkezd tanítani, amikor igényes magával szemben. Említetted, hogy jógát is tartasz. Mennyire kapcsolódnak össze? Mert a jóga azért egy lényegesen lelassultabb, egy ilyen nyugisabb, azért mégis ez a harcművészet azért nagyobb energiát, nagyobb mozgást igényel. Hát a harcművészet is olyan, hogy attól függ, hogy milyen formagyakorlatot, mert hogy egy hard kátáról, egy kemény kátáról beszélünk, az pörög, zugog, de egy tai chi, hát az egy nagyon szép lassú mozdulat, mint láttátok az edzésen. Na most a jóga meg úgy van nálunk beállítva, hogy nem valami nagyon elvont, nagyon indiai, nagyon misztikus, nagyon meditatív, hanem inkább a mostani élet, asztalnál ülés, monitor előtt görnyedés, stb. A kiküszöbölésére, prevencióra, ha már van a hiba, annak a javítására, tehát van olyan ilyen gyógytorna irányba elmozdult gyakorlatsorokat gyakorlunk. Egyébként mit látsz, mit fog a jövő hozni ezeknek a ősi keleti mozgásművészeteknek, nevezzük akkor így, hiszen azt látjuk, hogy az emberek elszeparálódnak, már csak írunk a közösségi portálokon, már nem találkozunk, hogy mennyire marad meg ennek a varázsa, hogy mégiscsak eljárjanak egy közösségbe, mégiscsak mozogjanak. Hát ezek a Bruce Lee filmek által összetoborzott hatalmas tömeg már nincs, mint volt valamikor, amikor én ezt a szakmát elkezdtem, de mindig van. Mindig van, és mindig van felnőtt, mindig van gyerek, mert az emberi szervezet úgy van megalkotva, hogy egyszer kipróbál valamit, és érzi, hogy jó, akkor azt csinálja. Lustaság? Az is van. Lustaság is van. Tudom, hogy például gyerekeknél látom, hogy már szóval ott rettentős nagy visszaesés van. Tehát nincs az a tömeg, meg a gyerekeknek nincsenek olyan képességei, mint voltak ezelőtt 10-20 évvel, fizikai képességei. Ez adódik ebből, hogy nyomkodja ezt a frászkarikás telefont, adódik abból, hogy ugye már budira is autóval viszik. Tehát nem kapja meg azt a fizikai terhelést, amit mi megkaptunk, úgyhogy még nem is sportoltunk, teszem azt. Csak reggel kimentünk, és majd este jöttünk haza vacsorázni, mondjuk szünidőbe. És most azok figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre, illetve akik tudni szeretnék, milyenek is a bika jegyű emberek. Most olyan helyzetek jönnek, amiket ha nem szalaszt el a munkájában is, és anyagilag is elégedettebbé teszik. Bika. Vegye komolyan a figyelmeztetéseket, fáradt, kimerült, szüksége lenne pihenésre. Ha nem teszi, szervezete előbb-utóbb rákényszeríti. Ikrek. Elsődleges céljaira koncentrálva nagyságrendekkel előrébb tarthat a sikerek elkönyvelésében, mert mostanában a csillagok is nagyon tolják karriere szekerét. Rák. Az önvetlen segítség duplán megtérül. Mostanában még az anyagiasabb rákok is azon kapják magukat, hogy szívesen tesznek meg ezt-azt a másikért. Ráadásul jó érzés társul hozzá. Oroszlán. Most is, mint mindig, sok apróságon fel tudja húzni magát. Nincs értelme. Idegeskedni annyit tesz, mint mások hibáit önmagunkon megbosszulni. Ne tegye. Szűz. Hiszi vagy nem hiszi, minden erővel a családi harmónia megteremtésén kellene munkálkodnia. Mert ez nagyon sok segítséget nyújthatna az ön mindennapjaiban is. Mérleg. Nyugodtan kapcsolódjon ki egy kicsit, nagy változások nem várhatóak ebben az időszakban. Viszont, ha elege van a csendes állóvízből, akkor érdemes lenne többet tennie a változásokért. Skorpió. Minden csak kavarog, de nyugalom. Minden a legjobb úton halad, a napkelte előtt legsötétebb az éjszaka. Ezt ne felejts el.
Nyilas, kicsit jobban ki kellene nyitnia a szemét, nem álmokat kergetni, mert hamar lidércé válhatnak, és kiderül, hogy az is elveszett, amit pedig nagyon nem akart. Bak, sok viszontagság után végre a munkájában célba érnek törekvései. Egyúttal új ajtókat nyitnak következő jó lehetőségek előtt. Vízöntő. Még mindig nem látja be, hogy a legfontosabb az lenne, hogy a hibáit belátva törekedjen az egyességre környezetével. A viták nem hoznak hosszú távon jót. Halak. Minden elképzelésének pont az ellentéte fog realizálódni, de nem kell megijedni, hiszen a citromból még mindig lehet limonádét készíteni. A bika... Azt mondják anyagias. Valójában azt hiszem, hogy ezt a legtöbb bika kikéri magának, mert anyagiasság mellett, az anyagiasság alatt általában pénzéhességet és pénzügyi centrikus gondolkodást, pénzcentrikus gondolkodást értenek az emberek. Igen, de tud nagyvonalú, nagylelkű, jószívű lenni. Nem a pénz, minden pénzzel mér talán, de nem a pénz az irányítója. A jó bikának, mert minden jegyben van jó és rossz változat, a jó bikának, most ne arra gondoljanak, hogy szexre, a fő tulajdonsága az, hogy a pénz zsebben ülő szolga. Azt a pénz fog nekem helyettem dolgozni. A rossz bikának a pénz zsebben ülő úr, aki parancsol az embernek, dirigál és a pénz dolgoztatja. Ahogy az elmúlt adásokban is, most is megismerkedhetünk egy tartást javító, a mindennapi életünket segítő pilátesz gyakorlattal. Gyakorlatnak a neve törzscsavarás. Törzscsavarásnál a lényeg, a helyes pozíciónak itt is a felvétele, egyenes a hátunk, nyújtott ülésben ülünk. Ezt nagyon nehéz egyébként kivitelezni, azt tapasztalom a vendégeim körében, hogy nem tudunk helyesen ülni. Kiengedjük a hátat, a deréktáji részt, vagy éppenséggel már a comb kezd el fájni egy ilyen ülésnek a felvételénél. Ezeket a tartóizmokat kell erősíteni. Ez egy légző gyakorlattal párosuló gyakorlat. Előtt tartjuk a két karunkat, és nyitjuk oldalsó középtartásba, megnyúlik a nyak, kiemel a fej, és leenged a váll, szóval tart a lapocka. Orrodon mélyen vedd a levegőt, szádon fújod, és fordulsz jobbra. Megint középre fordítod, orrodon mélyen vedd a levegőt, és fordulsz vissza. Orrodon vedd a levegőt, és fordulsz balra. Orrodon vedd, és fordulsz középre. És még egyszer orrodon vedd, és fordulsz jobbra, tart a hát, orrodon vedd, és fordulsz közép, orrodon vedd, fordulsz balra, és még egyszer orrodon vedd, és fordulsz középre. Ha először nehéz a gyakorlat nyújtott lábba kivitelezni, akkor javaslom, hogy hozzuk fel a talpra, és így kezdjük el a gyakorlatnak a kivitelezését. Így is csináljuk meg. Orrodon vedd a levegőt, szádon fújod, fordulsz jobbra. Orrodon vedd, szádon fújod és fordulsz. Orrodon vedd, szádon fújod, és még egyszer orrodon vedd, és szádon fújod. Ennyi fért mai műsorunkban, hogy megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendensében. Addig is vigyázzanak magukra, élvezzék a napsütést. A viszontlátásra!